Idén a Várnapja rendezvény egyik eseményeként tartották meg a Jó Ember díjátadót a hagyományokhoz híven a pécsváradi várban. A jelöltek közül az elismerést Rózsa Zsombor vajdaságban élő pedagógus, aki egy személyben építőmérnök, előadó, sakkmester, sakkmódszertanoktató, játékalkotó, fesztiválszervező vehette át. Arra jöttem rá, hogy itt lehet, hogy a képességeket kellene fejleszteni, a szövegértést, a probléma megoldó készséget, az, hogy átlássák a feladatok közötti összefüggéseket, és hát volt egy merész gondolatom, hogy egy sakktáblán keresztül elkezdtem például a képleteknek a forgatását, kifejezését sakkbábukkal elmagyarázni, és utána ez egy nagyon jó eszköz volt, akár amikor a szimmetriát szerettem volna bemutatni, vagy más érdekes fizikai jelenségeket, és hát a gyerekek a fizikát is megtanulták, a sakkot megszerették, elindultak az első sakkfoglalkozások, és azt vettük észre, hogy azok a gyerekek, akik sakkoznak, azok egyre könnyebben megoldják később biek során a matematika, fizika feladatokat, nincsen gond a tanulással. A Káplár László emlékére kulturális alapítvány célja egy jó ember emlékének őrzése. A gondolkodása, szellemisége, öröksége munkájában jelen volt. Káplár László újságíró volt. Szellemisége tovább él az emlékét ápolókkal, mondta dr. Bandi Szabolcs kuratóriumi elnök. Az elmúlt 19 évben is mindig sikerült egy olyan embert kiválasztani a kuratóriumnak, aki valamilyen módon kapcsolódni tudott ehhez az örökséghez. Nagyon-nagyon sokfélék, nagyon-nagyon különböző területről érkeztek, szociális szféra, kulturális szféra, tényleg szinte minden részéről, még bohóc doktorunk is volt, érkeztek, akik különböző, szintén vélhetően igazán jó emberek által jelölve egy ilyen, hogy mondjam, sajátos elismerésben részesülhetnek. Úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy ezt a díjat fenntartjuk, ezt a hagyományt tápoljuk, egy picit hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy a jót is meglássuk a mai világban, ami nem mindig könnyű, nem mindig könnyű, de ilyenkor itt június elején a pécsváradi várban ez egy örömünnep számunkra. Elcsépányi Katalin újságíró volt az, aki 19 évvel ezelőtt megalapította a Jó Ember díjat. Káplár László egy annyira jó ember volt, hogy egyszerűen amikor elment közülünk 50 évesen egy agydaganat miatt, akkor egyszerűen nem tudtam más csinálni, mint hogy létrehozni az ő emlékére egy díjat, és az nem lehetett más, mint a Jó Ember díj. Az ő értékrendje olyan, amit meg kell őrizni, és ez az elmúlt 19 év is azt bizonyítja, hogy sikerült. Az ország minden részéből vannak díjazottaink, ugyanakkor Kárpátaljáról, Felvidékről és Erdélyből is, sőt a mai díjazott pedig a Vajdaságból, úgyhogy már majdnem teljes a kör, még átmegyünk Szlovéniába, meg Burgenlandba, aztán lassan körbelőjük egész Magyarországot is, de a Magyarországon belül is rengeteg helyről jöttek, Vas megyétől kezdve a díjazottaink, Vas megye, Budapest, Kaposvár, Debrecen, Pécs, és nagyon büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik bekerültek ebbe a Jó Ember díjas családba. Egy megemlékezés is elhangzott az idén februárban elhunyt Judith Hagner Németországban élő szobrászművészről, aki a díj alkotója.